Támogatunk a motoparts.hu, ahol mindent megkapsz, ami a motorozáshoz kell. A tavalyi évben megismerhettük a BMW F850 GS névre keresztelt vadonatúj Tura Endurót, amelynek az idei évre megérkezett nagy testvére, vagy mondjuk úgy, hogy kalandmotorosabb változata az Adventure kivitel. Lássuk, mik bent ér el az alapváltozattól, és milyen motornak sikerült. Az első és egyértelműen leginkább szembetűnő változás, hogy az Adventure kivitel komplett első felépítménye valami borzalmasan széles lett. Tehát amikor én először megláttam a motort, azt hittem, hogy egy 1250-es áll bent a garázsban, hátulról közelítettem hozzá, és te döbbenetes, hogy mekkora tankot rittyentettek ide. Ugye az fontos tudni, hogy a 850-eseknek már visszaköltözött az üzemanyag tartálya, mondjuk úgy, hogy normál helyre, tehát ide a lábunk közé. Az alapkivitel 15 literéhez képest az Adventure 23 liter üzemanyagot tud hordozni, de erre a tanknövekedésre az idomzattal azzal nagyon erősen rájátszottak még. Gyorsan fussunk végig azon a dolgon, ami nem változott, az erőforrás, ugyanaz a 853 köbcentiméteres soros kéthengeres 270 fokban elékelt, erőmű 95 lóerő, 92 Nm forgatónyomaték, egy ilyen igazi bugyorgós, mélyről húzó, de az igazán alacsony fordulatokat nem annyira szerető, viszont nagyon karakteres hangú blokk, tök jól lehet használni, igazából nem hiszem, hogy őrá most nagyon sokkal több szót kell vesztegetnünk. A kerékméretek és a fékrendszer sem változtak, tehát elől maradt a 90x90-21-es kerék és dupla tárcsafék, féknyergek ugyanúgy, választható kanyar ABS, tehát minden tud az ég adta világon, amit megszoktunk. Viszont, ami nem ugyanaz, mint az alapkivitelnél, az az első futómű, itt már van egy elég komoly eltérés, ugyanis, mint tudjuk, a 850 GS az előd modellhez, a 800-as sorozathoz képest, aminél ugye az alap és Adventure kivitelnek csont ugyanaz volt a futóműve, változott, ott összement 204 mm-re az első rugóút, itt viszont megint 230-as teleszkópot találunk, tehát annyi a rugóútja, ugyanúgy 43 mm az átmérője. Én nagyon gyanítom, hogy ez egyébként a 800-asnak a futóműve lévén, hogy legalábbis a rugóútak meg egyéb paraméterek azok ezt csugalják, de ami tény, hogy az alapkivitelhez képest itt hosszabb az első rugóútunk, ennek megfelelően egyébként azonos villaszög mellett egy hosszabb utánfutást is találunk, tehát ténylegesen ez arra utal, hogy az összes futómű paraméter az változott az alap 850-eshez képest. A hátsó futómű terén is eltér az alap 850-estől az Adventure kivitel, ugyanis itt a hátsó rugóútunk az az ottani 219-hez képest csak 215 mm, tehát ez az adat megint csak megegyezik az előd modellével, a 800-asokkal. Ami azonban komoly változás, ugye a 800-asokhoz képest, hogy itt is értelemszerűen, ugyanúgy, mint a 850 alapváltozatánál, már hátra Dynamic ez a futóművet is rendelhetünk, tehát elől maradnak a sima teleszkópjaink, de hátul a kormányon levő gombról tudjuk kapcsolni az előfeszítést több állásban, nyilván ezt állóhelyzetben és menet közben pedig csillapítási paramétereket változtathatunk. További nagyon jelentős változások az alapban adott bukócső, ami nagyon jól védi ezt a rendkívül hangsúlyos oldalsó, szálcsiszoltnak tűnő egyébként műanyag elemet. Kapott egy, hát itt nem fém, hanem még alapban csak műanyag, mondjuk úgy, hogy haspáncélt a motor. Ugye megkapta a fogazott lábtartókat, ezek ugyanazok, mint az 1002-es modellen. Gyors váltó az rendelhető rá, tehát váltóasszisztens, és itt ki kell emelni egy zseniális, de tényleg bődületesen zseniális pontot, hogy a váltókarnak a vége egy egyszerű torx csavar meglazításával föl-le irányban állítható, ezáltal annak függvényében, hogy te utcai vagy egy komoly off-road csizmával fogod használni az F850 GS Adventure-t, ez tökéletesen és pillanatok alatt testre szabható. Brilliáns, hogy ezt miért nem csinálják minden hasonló kategóriájú motoron, azt föl nem fogom. És akkor ugye csak, hogy befejezzük a sort, ami még egy komoly változás, az a hátsó csomagtartó keret, ami a BMW-nek a gyári alumínium oldaldobozaihoz való nyilvánvalóan, tehát egyúttal egy csomagtartó is, viszont bukócsőként is funkcionál, tehát védi a hátsó traktust, ezért alapból rajta van az Adventure kivitelem. Módosult az ülés magasság is, a sima GS-hez képest 15 mm-rel lett magasabb, tehát itt az alapkivitel az
875 mm, tehát ez nagyon magasnak tekinthető, viszont mindenféle gyári verzió elérhető hozzá. Tehát van egyébként alapból futómű alacsonyító kitje is, aztán utána rendelhetsz kétféle különböző alacsonyabb ülést, egyébként ez is az egyik ezek közül, tehát ez egy picit alacsonyabb üléssel szerelt kivitel, de van rally ülés is, ami meg magasabb, azzal már 890 mm az ülés magasság, szóval 810 és 890 között tudsz játszani az ülés magasságokkal millióféle verzióban, annak megfelelően, hogy téged milyen testi adottságokkal áldott meg a Jóisten. Ami nagyon fontos, hogy például ez az ülés is olyan, ez egy ugye GS feliratú ülés, ez egy gyönyörű rally fényezési motor, hogy egy szinte teljesen egy síkban levő, ez kevésbé utasbarát, cserébe például offroad motorozáskor nagyon jól lehet rajta csúszkálni, tehát például homokos területen egész kényelmesen ide hátra kiülhetsz. Kalandmotornak nagyobb szélvédelem dukál, úgyhogy itt egy kicsit változtattak az alapkivitelen, kapott oldalra plusz kiegészítő plexiket jár hozzá a kézvédő, és egy kicsit megnövelték az alapszélvédőt is, sőt nem csak megnövelték, hanem ez ráadásul két állásban innen belülről egy karral a jobb oldalról nagyon könnyen állítható, tehát menet közben is tudod állítani. Egy nüansznyi probléma van, hogy tök mindegy melyik állásba rakod, nagyon komoly szélzaj csinál. Tehát számomra az én sisakomban a tónus változott, a szélzaj mértéke az nem nagyon nyilván, így felső állásban sokkal kevesebb szelet kap az ember felső teste, mint alsó állásban, de a zaj az mindenhogy nagyon nagy, úgyhogy aki igazán komolyan fogja használni hosszabb távokra ezt a motor, ezt a szélvédőt is majdnem biztos, hogy le fogja cserélni rajta. Természetesen az összes többi extra felszerelést, connected műszerfaltól, kulcs nélküli indításon át, tempomaton keresztül, el se kezdem a felsorolást, mert a 850 GS tesztjében ezeket mind-mind bemutattuk, meg tudod vásárolni az Adventure kivitelhez is, ezzel nem mondtam semmi újat, tehát mindent egybevéve az új F850 GS Adventure egy elképesztően jó és nagyon-nagyon könnyen vezethető, hihetetlenül aszfalton is nagyon jól forduló motor. Egyetlen nüanszín problémája az az, hogy a megnövelt üzemanyag meg a ráakasztó különböző egyéb védelmek miatt ennek már 244 kg a menetkész tömege, tehát hogy úgy egyáltalán nem könnyű. Amit aszfalton döbbenetes módon nem érzel, de terepen azért ezt így egy kicsit túlzás lenne kijelenteni, tehát oda bizony jobb lenne egy ennél könnyebb motor, viszont ezzel tényleg hosszú távon és biztos, hogy hosszú ideig tudsz gond nélkül túrázni. Aszfalton és aszfalton túl is. Amennyiben tetszett a videó, kérjük nyomj rá egy lájkot, hogyha támogatod a munkánkat, ennek megtalálod a linkjét a videó alatt, akkor minden filmünket már a megjelenése előtt el fogunk neked küldeni, természetesen iratkozz is fel a csatornánkra, és nézd meg korábbi anyagainkat. Köszönjük szépen a figyelmedet!